Szirénázó rendőrautó és füstölgő égő olaj. Mielőtt bárki valami tragédiára gondolna, szó sincs erről. Kisfegyén a gyerekeknek rendezett programon láthatták, milyen, ha ott felejtik az olajat a tűzön. De azt is kipróbálhatták, milyen kiképzésen kell részt venniük a tűzoltóknak a füstsátorban. A völgységi kis településen alig több mint 400 ember él, és a falu vezetése most azon munkálkodik, hogy igazi közösségé formálja az ott lakókat. Ez a rendezvény is ezt a célt szolgálta. Mivel nem csak településvezető vagyok, hanem a település pedagógusa is, óvonője is vagyok, én úgy érzem, hogy ez szívből jön, hogy a gyerekeket összefogni, egy kicsit nevelni, egy kicsit tanítani, de amint látták, ez könnyen megy, mert a gyerekek is benne vannak, ebben szeretik ezt csinálni. A gyerekeknek is azt kell, hogy egyfajta közösséget építsünk. A Covid hatása érződik az embereken, és leginkább a gyerekek lelkében, mondja Farkas Jókai Noémi. Ezért is fontos feladat, hogy segítsük újra kinyitni a kapukat egymás felé. Majdnem 2 évet ölelt fel ez a járvány, megnehezítette a közösségépítési célunkat, amit a megújuló testület legfontosabb céljának tekintett, közösséget építeni Kisfejkén, mert hiába bármilyen jellegű fejlesztés is, akár gazdasági, akár ha nézzük az új játszóterünket, amit a tavalyi évben tudtunk megvalósítani közel 5 millió forintból a Magyar Falu program segítségével, teljesen fölösleges, ha nincs közössége a településnek. Tehát minden olyan programot próbálunk megragadni, magunkénak élni, és minél több embert bevonni ebbe, ami közösséget épít. Én nem mondanám azt, hogy szétesőben volt a település, én azt mondom, hogy nagyon különböző generációk vannak. Tehát ha azt nézzük, hogy a település nagy többségét nyugdíjasok és gyerekek alkotják, nagyon kevés az a középkorú korosztály, aki ezt a kettőt átívelni tudja. Éppen ezért nekünk fontos az, hogy a nyugdíjasokat is megmozgassuk. Örömteli hír, hogy a nyugdíjasok elkezdtek szerveződni, nyugdíjas klubot szerveznek, és most így a gyerekeket összefogva, azt gondolom, és beállt közénk, amint látták, egy 67 éves nyugdíjas nagymama is táncolni. Én azt gondolom, hogy a nyugdíjasok nagyon sok mindent át tudnak örökíteni a gyerekeinkre, úgy azokat a dolgokat, amit mi dolgozó szülők, ugye nem tudunk, mert rohanunk az élet adta forgatagban. A nagymama, a nagypapa, azt gondolom, hogy nekünk az az elsődleges feladatunk, hogy a két generációt összehozzuk. Ez a jól ismert Jeruzsálem örömtánc, melyet számtalan közösség tanult már meg. Itt Kisfejkén valóban minden korosztály részt vett a tánc betanulásában, és a közös mozgás közelebb hozta a korosztályokat. Én úgy érzem, hogy kötelességünk, hogy a közösségépítés céljából, hogy mindannyian részt vegyünk a közös feladatokból és a játékokból egyaránt. Ha együtt vagyunk, erő vagyunk, és sok mindenre képesek is. A jövőbeni tervekben szerepel egy olyan épület létrehozása, mely a különböző korosztályoknak ad találkozási lehetőségeket. A településünk, a testületünk egy közösségi házban gondolkodik a TOP Plus pályázat terén. A régi hivatal épületét szeretnénk egy közösségi háza energetikailag felújítani, hiszen egyébként elkalódna, elvészne ez az épület, de szeretnénk a nyugdíjasoknak is, a gyerekeknek is teret adni, és a két generációt összehozni.